Itt van egy erdő az autópálya mellett, ez a 46-os, 56-os, 46-os út, vagy nem tudom melyik. És sikerült egy olyan parkolót kifognom, ahol hemzseg ismételten a homoszexuálisok tábora. Egy erdő van nem messze lent, és oda mennek le az emberek. Én nem is értem azt most. Ez az ember is már itt variált mellettem, már többször jött-ment. Most az erdőben ott volt, hogy 20 percet. Itt a mellettem levő mercibe. De most megunja a dolgot, aztán elmegy. Nem tudom, lehet, hogy volt valami akciója, az előbb jött egy férfi ki onnan. Külön, egyedül. Úgyhogy... Hát lehet, hogy sikerült neki majd partner találni, vagy én nem tudom. Furcsa, ami ezt. Gyerekek. Ja, és látod, nem megy el az ember, hanem eltolat. Tehát itt variál a parkolóba össze-vissza. Na, csak hát így levezetésképp év végére akartam mutatni. Németország parkoló, melyik ez 46-os út, tök mindegy, teljesen mindegy. Megálltam itt enni, ugye végeztem. Volt egy német kanyarom. Ki kellett hoznom két raklapot, két lerakóval. És most megálltam itt enni. És tessék, hemzsegnek az emberek, amit mutattam, szembe erdő, ott van egy ilyen gyalogút megy le oda, és nagyon sokan mennek oda le, és de hogy ott mi a tökémet csinálnak, halad? Azt én egyszer nem tudom feldolgozni. Figyeld? Megy az ember. Megy az ember az erdőbe. Most oda pisilnek, oda kakilnak, vagy ott van valami titkos találkozó. Ezt én így nagyon nem tudom, nem nagyon vágom a dolgokat. Nézzeket az ember jobbra-balra. gyerekek, kénk szóljuk én ettől. Megy ezt, megy a másik, megy a Habsi után, figyelj. Titkos találkozó van valószínű. Most ha már két férfi megy egy irányba, ez kutyát sétáltat, ja nem, ez egy másik. Jön egy kutya sétáltató is. Na, biztos látott már sok csodát. Ja, a kutyával nem is megy le oda. Szerintem tudja a csíziót. Ez gyorsan végzett, akkor ez nem az volt, ez csak egy pisi volt neki, vagy valami ilyesmi. Lehetett? Ilyen dobozból kéne kettőt elvinni egy furgonnak, ilyenből. Most egyet berak ide, Balaton Express. Hajrá, Balaton! Nekem nem fér be, csak egy. De szerintem ide se fog beférni, tehát pont vagy dobozos furgon ezt nem tud elvinni kettőt. Hiába hajtjuk föl még az ágyat is, akkor sem fog beférni. Nincs olyan hosszú az autó, hosszúak ezek a ládák. Ott a másik furgon jön még egy, azt mondja, hogy a srác 17 autót kértek, vagy mennyit. Nagyon durva. Na szóval, hát az van, én nem akartam nagyon beszélni erről a pluszról, mert ugye kijöttem most Németországba egy ilyen oda-vissza kanyarra, és ugye mutattam a lerakodás után megálltam egy parkolóban, és mutattam, hogy jönnek-mennek az emberek éjszaka, vagy este, sötétbe mennek az erdőbe. Tehát ez egy ilyen, hát egyből nekem feltűnt, hogy ez egy ilyen, hát nem tudom máshogy mondani, egy buzi tanya, tehát ilyen gyülekező hely lehet. És ugye, hát most ha hiszed, ha nem. És nem készítettem róla fényképet, meg videót sem, mert köpnyelni nem tudtam. Szóval hozzátartozik ez az egészhez, hogy én reggel arra keltem fel sötétben, olyan fél hét körül, hogy mozog az autóm. És hát ilyenkor az ember mire tud vélni, vagy nem tudja mire vélni a dolgokat. És úgy függönyöztem be,
hogy balra-jobbra függönyöm volt, illetve a szélvédőmnek a kormányig, tehát eddig volt befüggönyözve, és itt hagytam egy ilyen kis részt, mert nem nagyon érzem jól magam, hogyha nem látok ki valamennyi szinten, valamilyen szinten. És képzeld el, hogy a hátul, ugye az ágyon fölkelek, hogy mozog az autó, kinyitom a szemem, és mit látok, hallod? Az én autónak nekidőlve kufircónak itt az autó előtt, tőlem fél méterre. Hallod, ez ilyet? Tehát így fekszem az ágyon, és nézem, és nem hiszem el, hogy most ez tényleg velem történik meg. Ugye van ilyen, hogy két felnőtt ember egy vadidegen előtt tuszkolja egymást. Komolyan mondom, tehát elköpni nyelni nem tudok, de komolyan mondom, most nagyon ideges vagyok rájuk, és nagyon haragszom. Azért, mert az a szájba baszott rohadt rendőr, a német köcsögje, az engem üldöz, hogy hol tud megbüntetni engem, azt nézi, hogy hol megyek gyorsan, azt nézi, hogy van-e nálam önvédelmi fegyver, de azt, hogy ez a szemét honfitársa parkolókban tuszakolja egymást idegenekkel, vagy idegenek nélkül, vagy idegenek előtt, teljesen mindegy, hogy ha ezt nem szüntetik meg, ez nem zavarja őket, akkor én arra tudok következtetni, hogy az összes német egy köcsög. Nem tudok mit mondani, tehát ha ez őket nem zavarja, és nem is jön be oda a rohadt rendőr elzavarni őket, hogy menjenek el a picsába innen a parkolóból, mert ez nem találkahely, ez nem szerelem kuckó, nem tudok mit mondani. Németország, van az emberek, tehát a németek, azok ki vannak fordulva magukból, és teljesen nem is tudok szavakat mondani rá, hogy félelmetesen föl vagyok rá háborodva, és ha tehetném is, lenne rám lehetőség, írnék valakinek, komolyan mondom ezt, hogy a panaszomat elmondjam, de most ki a tökömnek írja, a rendőrnek? Hát a rendőr is akkor ezek szerint ugyanolyan buzi, mert őt nem zavarja. Nem tudom, komolyan, köpni ne, én nem tudok ettől. Mindegy. Tehát állandóan mindig ilyen hülye stressz ér engem, és nem tudom túltenni magam rajta. Miért mindig velem történik ez meg? Miért nem lehet az, hogy én Németországba beállok egy parkolóba, és úgy alszom el, és úgy kerek fel, hogy nincs semmi probléma, nem történt semmi. Vagy a rendőr kelt fel, hogy mi a fasz csinálok, itt már bocsánat, vagy leellenőriz, mert az nagyon fontos dolog, vagy pedig ilyen rohadék emberek, az legalja az emberiségnek, ilyenek keltenek fel, érted, hogy erre kell felkelnem. Maximálisan fel vagyok rá háborodva. Na mindegy. Aztán kaptam munkát még ugye éjszaka, amit nem is olvastam el, mert annyira elaludtam. Ha, még az a jó, hogy milyen, nagyon mélyen aludtam, mi lehetett egész éjszaka, akkor itt a parkolóba körülöttem. Lehet, hogy körbe kufircolták az egész autót, nem tudom. Na mindegy, szóval kaptam munkát, mesede, hemesede, vagy nem tudom micsoda, a Samsungba kell vinni, valami tizenvalahány autót rendeltek oda a magyar, találkoztam ott magyarokkal, a Balaton Express hős vitézeivel is találkoztam, itt egy fotó. Éjjel a Balaton, nektek a Balaton a Riviera, ugye? Na, jó utat nektek, kollégák, jók legyetek, örültem a találkozásnak, lehet, hogy még Gödön akkor találkozunk, mert oda megyünk, Gödre, ott fogunk lerakodni a Samsungnál, nem egyszerre megyünk. Én megálltam itt a Fresh napba, egy kis városkában, akartam venni a cicának ilyen világítós nyakörvet, tudod, USB-re föl lehet tölteni, és akkor este kiengedem, akkor világító nyaka. Hát ez nagyon durva, nem? Látom messze, hogy hol jár a kis dög, de nem sikerült, mert csak kutya volt itt, macska nem volt, és kutyát nem mertem megvenni, 35 centi volt, mert szerintem az nagy rá, ezt elhagyja. Hát, hogyha elhagyja, akkor az nem érdemli meg. Na, megyek tovább, ja? Csinálok egy kávét. Szevasztok! Okay, danke schön. Was okay? Danke schön.
Na nézzük. Kifordítom a kamerát. Nincs egy autó se. Vagyis egy. Egy áll előtt. Autó van előttem, most kettő, volt három, most félreállítják őket valami oknál fogva, hogy most mit ellenőriznek ilyenkor ő nekik, azt én nem tudom. Ja, az is német rendszámos, most jön ide a másikhoz is, majd kiderül mindjárt. Nem engedik be az országba, visszafordította a német rendszámú autót. Meg ezt is szerintem. Jó estét! Honnan fogom el? Németország, Göt, Samsung. Szállít? Egy... Persze. Köszönöm, hogy viszlát. Ez itt Nagy Budapest, fővárosunk. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyien vannak az utcán, így a kiállási tilalomnál. Pár autóval lehet találkozni, de az az érdekes, hogy ezek külföldiek. Előttem is egy olasz autó variál, nem értem, hogy miért nem megy amúgy. A taxik azok dolgoznak, vagy vannak, de hogy kit szállítanak, azt nem tudom. Szégyen ez a Budapesten, Rákóczi út, a fővárosunk is szétesik az autó alatt, olyan rossz az útminőség. Na, de hát azt akarom mutatni, hogy sehol egyetlen embert nem lehet látni, aki sétálgatna.
hogy ott van egy ember, ott áldogál. Hát az mit csinált ott? Úgyhogy következik a Blaha Lujza tér. Mindjárt, itt van a Rókus kórház, itt születtek a gyermekeim. És ez itt a Blaha Lujza tér. 300 méter. Szuper budapesti busz. Busz megállóban nincs senki. Tök üres. Hopp. Zöld a lámpa. Ott egy autó. Na hát, embert nem lehet látni, az biztos. Eddig még nem sikerült azon az egyen, aki ott áldogált a kapu aljban. Na, ott sétálgat valaki, figyeld. Szevasz, te mit csinálsz? Enyhén balra. Az mit jelent? Mondja, itt is egy emberke áll a busz megállóba, mozgban. Hát ez teljesen meghalt a város. Gyakorlatilag itt a főváros közepén semmi élet nincsen, így most éjfél után fél órával, tehát fél egy van. Nagyon durva a helyzet és a látvány. Na hát, jó reggeltet kell kívánom, mert hogy 1 óra 30 van, ez göd, vagy mi? Gödön vagyok? Mindegy, a Samsung jár. Most ez göd, vagy nem göd? Tököm se tudja. Várja, mennem kell, mert jött egy kamion, hát ha variálni akar, egy kicsit arrébb állok. Hát ha ide akar pont áldogálni, vagy nem tudom. Általában mindig úgy van, hogy ha én megállok valahol, hú, a élet, hogy jön valaki, hogy ő pont oda szeretne jönni, vagy állni, vagy variál valamit, és nekem arrébb kell mennem. Na, szóval azt akartam mondani, hogy Nemes Laci felkészített a Samsung harcra, hogy hát nem egyszerű a lerakodás, de végül is ide találtam, annyi volt a jó, hogy már a többiek itt voltak. Mert hogy volt egy kis kavarodás, megbeszéltük, merre jöjjünk, aztán átvágtak. Ők elmentek másfelé, meg tartottam a megbeszélt szót, ezért jó, beszopódtam, na mindegy. Szóval megtaláltam az irodát, és bemegyek, és hallod, nincs benne senki. Ki volt írva, hogy beszállítás. Azt a másik iroda rá meg ki volt írva, hogy kiszállítás. Na, jól bemegyek oda, megkérdezem, hogy mi a tököm van. Mondom neki, gyerekek, a másik irodában nem dolgoznak, vagy nincs senki? És néznek rám nagy szemekkel, ültek bent öten. Mondom, ezt most mivel? Mondom, nem dolgoznak a másik irodában? És hallom, hogy oroszul beszél az ember. És akkor beugrott, hogy a Nemes Laci mondta, hogy hát ukránok vannak, nagy részt itt azok dolgoznak. Hát mondom, ez ilyen nincsen, hallod. Mondom neki angolul, hogy a másik irodában nincsenek. És akkor beugrott neki, hogy Magyarska, itt van egy ember, itt ül az egyik gépnél, Magyarska, mutogat nekem.
és addig mutogat meg kajabál, amíg fölriad a srác. Aludott, baszki. Aludt a munkaidőben, érted? És mondom neki, mondom, ne haragudj már, hogy itt főzavartalak, mert de azért, hogy olyan jól lesne, hogyha én beköszönök ide, akkor visszaköszönnél, vagy mondanál valamit, nem aludnál itt, érted? Tehát annyira felcseszte az agyamat. Hát, de komolyan, most ezért dolgoznak itt az emberek, hogy beáll aludni. Én meg próbáljam megoldani én a gondomat, hogy ezt a folyamatot én oldjam meg, érted? Azért hoztam ide, hogy itt várják, leszedjék, azt menjek el a picsával, nem, mert nekem kell itt ébrezgetnem a csávot. Na mindegy, hát kicsit elküldtem a picsába, ilyen nagyon szolidan. Aztán hát kiderült, hogy nem is az az irodába kell mennem, de hát nyilván, ha információra van szükségem, akkor megkérdezem. Na hát nincs kiírva semmi különben sehova. Na, végül is megtaláltam az embert, mert kint targoncázott. Egyetlen egy ember dolgozik így a beszállításnál. Ő csinálja a papírokat, meg ő is targoncázik. Másik irodába a kiszállításnál, meg ott ültek, mondom, ötel, hogy hatan aludtak. Az is jó a beosztás, mi? Na mindegy, húzzunk innen a toszba, ez volt a Samsung gyár, és akkor ez volt akkor a levezetésképpen az év munkája, az év utolsó munkája. Elmegyek haza, aztán most hát egész januárig nem fog járni a szám, innen is akkor utólag azért boldog új évet kívánok. Emelem a kalapom. Szevasztok. Hazakja bóklász, nem, be kell indítani a gépet, hogy vigyel haza. Már nem úgy bám az, hogy kedvencek, vagy nem, előzmény, haza. Vigyél haza, kicsikém. Elég volt ez most már, igaz? És ha tudnám, hogy hol van a porta, így jöttem, vagy hol a többe? Ezek konténerek, akkor nem így jöttem be. Na most el vagyok tévedve, nem is mentem semmire se. Na, Budapesten vissza kell mennem haza, 163 kilométerre vagyok otthontól. 3-4 órára vagyok otthon majdnem. Tiszta nyüglődős vagyok most. Ez az akció az autómon, hallod? Ez nagyon kikészített. Komolyan mondom, így utazásom most, hogy így jöttem ide, néha így feljön az a képe, hogy kufircolja az egyik ember a másikat, hallod? Vagy így toszogatja. Teljesen kész vagyok, hallod? Nem tudom túltenni magam rajta. Valami jó lett volna, ha azt látom, hogy egy férfi meg egy nő. De nem. Fordulj vissza, ahol lehet. Hova forduljak vissza? Jöjj, gyerekek, ki kell mennem innen. Na. Jó van, most már akkor itt álljálok, vagy nem tudom. Ki kell mennem? Na, jön, unbe! Nyit ki a kaput, nyit ki a kaput! Minden oroszul van a biztonság, tudod, segít, hogy a balesetek és a cellatüzek nullára csökkenjenek. Nullára csökkenjenek. Már megyek, jön a csávóban. Benézel, szia! Megnézte az autót is, lefotózta a rendszámot. Hát akkor tényleg kikeveredtem minden. Mi volt? 400 mindent, ja, fordulj élesen jobbra. Az volt, hogy az akció azt teljesen kikészített. Na jó van, szevasztok, jók legyetek, tényleg akkor boldog új évet. Szívből kívánok mindenkinek így utólag is. Na ilyenek, na jó van, lapozunk, szevasz, hello.
Nagyon reggelt kívánok! Szombathelyre a Schaffler gyárból, hát az év első rakodása, marokkói a cucc, igaz, hogy még csak december 28-a van, viszont most kell fölrakni, és hát a szilvesztert kiváljuk itthon, megünnepeljük az új évet, boldog új évet mindenkinek, aztán akkor elmegyünk Algeciras-ba, mert addig visszük el, onnan majd átviszi más. Na, hát akkor így néz ki ez a kezdet. A Gabi kollégámmal rakodok különben, Áron kollégám már elment, 4 autó rakodik itt, mutatom a kollégát. Hú, ott van a... Jó, mi? Na hát sikerült akkor megrakodni, 2-2 palettát kaptunk, 1080 kiló. Az van, hogy most ma 28-a, úgyhogy ugye, mint említettem, ez már a jövő évi fuvar lesz. 6-án kell lerakni reggel 8 órakor Algeciras-ban, úgyhogy most megy a matek, hogy vasárnap mikor induljunk, mert azért el kell indulni, nincs közel a cél, olyan 3000 km környékén van, vagy valahogy így, én nem számoltam, Gabika mondta, úgyhogy megyek haza, szilveszter, bujék, tűzijáték, pezsgő, alkoholmérgezés, és akkor jövőre akkor nekifutok, jó? És akkor így most majd becsatlakoztok oda, amikor is úton leszek. Szevasztok! Eltűnt! Már eleget vártam rád. Energiaital osztás következik. Gabika szerzett. Hány centért vetted, Gabi? 19. Durva! Az 75 forintos energiaital. Körkérdés következik. Mi lesz az ebéd? Amit hoztam magadnak. Elég szeles az idő. De még így is sokkal esett. Várjál, mert lezuhant a szar.